32 éve alakult a Teveli Székelykör. Legfőbb céljuk a hagyományok ápolása és továbbadása a következő generációknak. Az Egyesület ezúttal a bukovinai székelyek hazatéréséről emlékezett meg, továbbá átadták az általuk Magyarság falának nevezett emlékművet. Ma abból az apropóból jöttünk itt össze, hogy 80 éve ezelőtt 1941-ben döntötték el őseink, hogy kitelepülnek, hazatelepülnek, hazatérnek az anyaországba, Magyarországra, és így véglegesen elhagyták Romániát és Bukovinát, ott hagyták az állampolgárságokat, és hazajöttek a magyar állampolgárságukért. A kitelepedés nagy vágyakkal, egy jobb élet reményébe jöttek, hagyták el Romániát és jöttek haza az országra, de mint később kiderült, a háború, a történelem átírta ezt a menetet, és ez a 80 év nagyon keményre sikerült. Ugye letelepítették az őseinket 41-ben Bácskába, majd 44 őszén jött a nagyon fájdalmas menekülés, majd 45 tavaszán kerültek ide az őseink Tolna megyébe, Baranyába, és itt települtek le Tevelre. Utána az első évek megint a történelmi viszontagsága miatt itt az együttélés elég sok fájdalmat, elég sok nehézséget okozott az itt élő sváb őshonos lakossággal, a székelyekkel, betelepített felvidékiekkel, de hál' Istennek a mai napon nagyon békésen és nagyon jól élünk egymás mellett, és ma már együtt is. Két színje van a mostani Lejánnak, két színje van, mint a nyárfa levélnek. Gyönyörű szép szavaival hazudik a legénynek. Udvarom közepén van egy feneketlen tó, abba fürdik három fekete holló. A mai menetrendben meghívottak is vannak, több egyesület, szomszédos egyesület is részt vesz a mai ünnepségünkön. Hát igyekszünk azért méltóképpen visszaemlékezni erre a történelmi pillanatra, mert ez nagyban meghatározta az életünket. Itt gyakorlatilag fölétnek a cikóiak, a helyi német egyesület, van Tevelő elszámadott énekesünk, hívtunk tárolatóművészt, akik reméljük, hogy mind úgymond emlékezetesebbé és szebbé teszi ezt a mai rendezvényünket. Az a térésnek egyéb dokumentáció, egy hivatalos trendje is volt, amit elvileg Bukarestbe állította ki az ott élő magyarok részére. Ez úgynevezett hazatérő dokumentáció. Na most egy pár évvel ezelőtt gondoltunk egyet, és ezeket a dokumentumokat elkezdtük összegyűjteni, megmentve a jövő nemzedék részére, ahol későbbiek folyamán bárki megnézheti, hogy esetleg a nagymamája, a nagymamája, a dédszülei milyen név alatt, milyen családi formában hogyan kerültek át Magyarországra. Ezeket a dokumentumokat összegyűjtöttük, főleg a székelykör tagságára fókuszálva, tehát akit lehetett, és még megvoltak ezek az összegyűjtöttük, és egy úgynevezett Magyarság falának hívjuk mi, arra kitettük, amely úgy indul egy Maldéf-falvi emlékművel, egy Teverre letelepített táblával, ahol az összes letelepített székely család neve szerepel, és mellette lévő dokumentáció, de főként mondom a székelykör tagjainak, ősei vannak kirakva. A székelykör szervezettsége most már egy picit gyengébb, 82 azt hiszem a hivatalos létszám, de ebből az aktív létszám az egy picivel kevesebb, azt mondom 30 fő körül, akik az aktív, az énekkar tagjai, meg az egyéb aktivistákat. Hárva az a madár, kinek párja nincsen, én es hárva vagyok, jaj, mert nekem sincsen.